Sziasztok! Rezsnyák Péter kivitelező építész vagyok, a szaki Ellenőr. Most tulajdonképpen egy verk videó fog következni, ugyanis tegnap láthattátok azt, hogy milyen lett a 200 éves vályogház a felújítást követően, és most megmutatjuk, hogy egyes munkafázisok hogyan készültek, most, és egész pontosan most a szellőzésről lesz szó. Ez itt a hálószoba, ahol annak idején egy vályog padló, pontosabban egy földpadló volt, és most egy nagy ugrással egy egész modern lakótér alakult itt ki. Igyekeztünk azért a formát megőrizni. Egy hajópadló került be, megőriztük a fa mennyezetet, viszont bekerült egy szellőztető berendezés is az épületbe, és láthatjátok, hogy hogyan került elhelyezésre a friss levegő befújás ebbe a szobába, hiszen az ablakokon keresztül már friss levegő nem fog bejönni, nincs kémény se, ahol eltávozon az elhasznált levegő, és látjátok, ott van baloldalt fent az a kis fehér négyzet a mennyezeten, az lesz a friss levegő bevezetés. Egész jól elduktuk, ugye? Alig lehet észrevenni, de működni tökéletesen fog. A konyha étkezőnél úgy lett megoldva a friss levegő, illetve az elhasznált levegő kezelése, hogy az előszoba ajtó környékén került beépítésre egy elszívási pont, illetve a konyhánál alakítottunk ki egy másik elszívási pontot, és az éppen látható itt a mennyezeten, itt lesz elszívva az elhasznált levegő, a konyha tűzhely fölötti ernyő, az vagy aktív szenes, vagy pedig a kültérbe kikötött lesz, ezt még el lehet dönteni, és így fog a konyhából, illetve az előtérből eltávozni az elhasznált levegő. A lakószobákba pedig bejuttatjuk a friss levegőt. Magát a zanemosztátokat itt szereljük össze, megmutatjuk, hogy hogyan néz ki. Egy ilyen mágnesesen lepattintható műanyag fedele van, és utána a levegő mennyiséget lehet nagyon egyszerűen szabályozni egy kis karnak az elfordításával, és ezáltal egy kis retesz csökkenti vagy növeli a bejutó levegőnek a mennyiségét, itt azt hiszem talán 9 van számozva. Ez vagy mérés, vagy tapasztalati út alapján lehet eldönteni, hogy pontosan mennyi levegőt engedjünk az adott helységbe. Nyilván érzékeljük, hogy több vagy kevesebb levegőre van szükség, és azt szerint ezt lehet állítani később is. És ezt a műanyag lapot kell szépen benyomni a mennyezeti szellőző nyílásba. Az elszívási és a befújási pontokra is ugyanolyan fedél kerül. Itt látjátok, hogy egy gumi van a szélén, és az elkészített nyílásban már láttátok ezt a befújási pontot, itt a deszkát kifűrészeltük, igyekeztünk elrejteni, hogy ne legyen nagyon szem előtt, és így szépen be kell nyomni, és letakarja a fűrészelés nyomait. Fölülről agyag tapasztással körbe van tapasztva az egész, hogy légtömör legyen, meg a se jöjjön le, és ezután már csak fel kell pattintani majd a műanyag fedelet. Hát, önképpen maga a szellőző fedélnek a felszerelés az ennyire egyszerű, és mivel a gerenda mögött van, így tulajdonképpen takarásba is van, és igazából az összhatást nem befolyásolja, de egyébként egy esztétikus kialakítású ez a fedél. Hát ilyen lett a hálónak a szellőzése. Az ablakokon keresztül nem szellőzik, amikor azok be vannak csukva, tehát muszáj valamilyen fajta Légteknél megoldást alkalmazni. És hát az előbb láttátok, hogy hogyan kell beszerelni a szellőzőfedelet. A zöld csőnek a másik fele, ami ugye a padláson van, az itt látható. Egy ilyen dupla csőcsatlakozás van rajta, és ebbe kell beledugni azt a két darab műanyag csövet, ami a elosztó dobozhoz megy. Itt látható, hogy egy geotextiliával leterítettük a padlást, és utána egy ilyen törekes lótrágyás sárral tapasztottuk le az egészet, annak érdekében, hogy légtömör legyen, illetve legyen némi hőtehetetlensége, és hát tulajdonképpen tűzvédelmi szerepe is van ennek a sártapasztásnak és ugye itt a cső bekerül még, ezért itt még a sártapasztás nem teljes, de a későbbiekben a cső beszerelése után ez is le lett sárral tapasztva. Itt azt láthatjátok, hogy a padláson elhelyezésre került két darab szürke doboz, és ebbe a két darab szürke dobozba van belekötve az összes elszívóág, illetve az összes befújóág, és ez a két... A műanyag doboz lesz összekötve, úgynevezett doboz lesz összekötve a szellőző géppel, és a szellőző gép ezeknek a segítségével osztja szét, illetve szívja össze a levegőt. Ezekbe a dobozokba belekerülnek ilyen műanyag hangcsillapító elemek, amik a helységek közötti áthallást csökkentik. Egyébként már ezek nélkül is nagyon Csendes a berendezés, de ezekkel kiegészítve aztán tényleg csendesnek mondható. És ezek a műanyag dobozok azok, amik a későbbiekben lehetővé teszik azt, hogy szükség esetén a rendszert lehessen tisztítani, bár ez nem nagyon jellemző, mert a beépített szűrők miatt ez nem piszkolódik el. Ha mégis elkoszolódna, akkor ezeken a osztódobozokon keresztül szépen lehet tisztítani a, a csöveket. Egyébként ez az egész egy hőszigetelő borítást fog a későbbiekben kapni a padláson, nyilván, mert ez egy utólagos beépítés, itt más megoldás nem volt, és ez fogja azt garantálni, hogy ne legyen pára lecsapódás a csövekben. Ha ezek a zöld csövek a padláson így maradnának, akkor abba bizony a meleg levegőből kicsapódna a pára, és az aztán nem lenne jó. Úgyhogy ez egy munkaközi állapot itt még. Az elektromos dobozok, illetve vezetékek, amiket láttuk, a későbbiekben fognak kapni egy gipsz borítást, illetve saralást, ugyanis a fa miatt kénytelenek voltunk a padláson feliről szerelni a villanyt, azt viszont mindenképpen el akartuk határolni a környező szerkezetektől, és gipszeléssel, illetve saralással letakartuk ezeket a kötődobozokat, hogy egyrészt légtömörek legyenek, másrészt elektromos, Tűzbiztonság szempontjából is rendben legyenek. Itt látható egy másik pontunknak az előkészítése, ez a gyerekszobának lesz a légtechnikai pontja. A gyerekszobába, mivel az elég távol van a központtól, bekerült egy elszívás és egy befúvás is. Egyébként ez egy eléggé rendkívüli megoldás, mert jellemzően egy szobába friss levegőt szoktunk bevezetni a vizes helységekből elszívunk, de ez a gyerekszoba annyira az épület végén van, és annyira nincs a környékén elszívás, hogy itt eltértünk a megszokott rendtől, és ez a szoba kapott egy külön elszívási pontot is, hogy a friss levegő átöblítés az teljesen megtörténjen, különösen, hogy itt várhatóan több gyerkőc is fog majd lakni, és jól tudjanak aludni. Itt a konyhát láthatjátok építés közben. Látható, hogy ennek egy nem túl estetikus gerendázata van, hiszen ez már a későbbi időkben készült, és ezen egy nádazásos burkolat volt, amit mi elbontattunk, és erre került egy frissen készített, olajozott faburkolat. Ami a lényeg, hogy itt látszik a mennyezetről lelógó zöld színű műanyag cső, ami majd a konyhai elszívásnak lesz a csöve és ugye ezek után készült ide a deska burkolat, és így jól látható, hogy tulajdonképpen hogyan is készül ez menet közben. Körülbelül ebbe a fázisba praktikus betenni ezeket az elszívási pontokat, azon a padláson a későbbiekben össze lehet ezeket kötözgetni. Itt a fürdőszobai gépészeti sarkot látjátok, nagyon kemény a víz, és emiatt egy vízlágyító berendezés mindenképpen szükséges volt, mert az összes berendezés nagyon gyorsan tönkre menne. Bellette van a vízlágyító mellett a boiler, és e fölé kerül be majd a szellőző berendezés, aminek pillanatnyilag maga a készüléken nem látható, viszont az előkészítés miatt fontos, hogy lássátok, hogy ide beálltunk a légtechnikai csövekkel, és majd fogjátok látni a padláson a négy darab fém csövet, amit beépítettünk, itt pedig azt, hogy hova jönnek le ezek a csövek, és itt lesz majd flexibilis csővel összekötve a készülék és maga a légtechnikai rendszer. Hát, ha már helyén lesz, akkor sokkal egyértelműbb lesz, hogy ez hogyan működik, de nyilván érdekes látni az előkészítést is, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy aztán könnyedén beköthető legyen a rendszer. Akkor, hogyha nincs meg a teljes összeg a légtechnikai, rendszerre, illetve a szellőzésre akkor is praktikus ennyire előkészíteni, és akkor a későbbiekben már csak magát a szellőző berendezést kell megvásárolni. Hát itt is ez fog történni, ott azok a polisztirol lapok a csöveknek a letömítését tartják, hogy ne, ponnyi, ne ki belőle a dugó. és akkor egy gyors mozdulattal a padláson vagyunk. Itt látható négy darab körkörös luk, amit a saralás megbontása után csináltunk. Itt jön föl majd a négy darab 160-as spirálkorcolt acélcső, és ezzel csatlakozunk rá a tető nyílásokra, illetve a légtechnikai rendszerre, és amikor a csövek bekerültek, akkor természetesen ezt körbetömítjük, visszasaraljuk, hogy légmentesen, tűzbiztosan, lezárjuk ezt a nyílást, és a következő képekkel majd fogjátok látni, hogy hogyan megy ennek a légtechnikának a szerelése, hogy itt a padlásra azért szűrődik be a fény, mert ott meg kellett pontani a tetőfedést, és ott kiállunk a tetőre. Ez egy keleti, észak-keleti tető oldal, és így a tetőről szívjuk be a levegőt, illetve a tetőre dobjuk ki kellő távolság megtartásával, majd erről is lesznek képek. Az épületnek a magassági méretei miatt elég nehéz lett volna megoldani, hogy a homlokzaton álljunk ki, és így azt nem is nagyon erőltettük. Itt a tető szélén még biztosítható az, hogy hűvös levegőt szívjunk be. Aztán itt megy tovább a szerelés, láttok itt egy függőleges csövet, illetve egy szögben megtört cső idomot, az egyik a beszívási pontunk lesz, a másik a kifújás és a kettő közötti két darab cső nyílás, ami még nincsen bekötve, az fog majd a padláson elhelyezett légtechnikai rendszerre menni, erről is lesznek képek. Elég ö, nehézkes ezt átgondolni. Hogy pontosan hogyan jönnek össze ezek a csövek, elég sokat kell rajta spekulálni, pláne egy utalagos beépítésnél, de azért eddig mindig sikerült kitalálni, hogy egyrészt ne is keveredjünk bele a csövekbe, el is férjenek, és ne kelljen túlzottan sok fölösleges iránytörést beépíteni. Na és itt aztán már jól látható, hogy ez a két cső, az ami kiáll a tetőre, a két pont között több mint három méteres távolságot annak érdekében, hogy a levegő ne keveredjen össze, ez így már biztonságosan kezelhető, nem fog összekerülni, illetve figyelembe vettük a szélirányt is, és így az elhasznált levegőt nem fogja belekeverni nekünk a, a beszívási pontunkba. Láthatóak itt a zöld csövek, látható némi hőszigetelő anyag darálmány, ugyanis újrahasznosított polisztirollal szigeteltük le a padlást. Ami azóta bebizonyosodott, hogy tényleg kiválóan működik, de nyilván nem volt korlátlan az anyagi keret, és volt egy kis spekulálás, hogy hogyan lehet ezt költséghatékonyabbá tenni. Itt ezeken a képeken még nem látszik az, hogy vissza lenne saralva a födémáttörés, de ez a későbbiekben meg fog történni. Na itt már elég sok mindent láthatunk: látható az osztó doboz amire rá vannak kötve a zöld csövek, illetve láthatóak ezek a vastagodások a légtechnikai csöveken, ezek a hangcsillapító egységek, amik engem kb. 1 méter hosszú, 25 cm átmérőjű csődarabok, amiben közetgyapot, illetve fémháló van elhelyezve, ami a közetgyapotot a helyén tartja, és ez biztosítja azt, hogy a hangok a készülékről ne terjedjenek az épületbe tovább. És természetesen ezt az egészet aztán hőszigetelő anyaggal be fogjuk takarni. Itt már látható az, hogy mindegyik kifűrészelt födém nyílásba belekerültek a csövek, összekötésre került a légtechnika, ragasztószalaggal is le lett biztosítva, hogy ne szívjon falsot, és ezt követően következik a saralásnak a helyreállítása, és utána az egészet betakartuk hőszigeteléssel. És hát tulajdonképpen ennyi látszik egy légtechnikából, ezek már az ismerős képsorok a hálószobában. Remélhetőleg hasznosak voltak ezek a képek, hogy el tudjátok jobban képzelni, hogy hogyan lehet utólagosan beszerelni egy légtechnikát az épületbe. Az alapelvek azonosak, mint akár egy passzív házban is. Erről írtam egyébként egy könyvet, amit meg tudtok vásárolni, hogy miért érdemes beszerelni, miért hasznos, miért szükséges a friss levegőt biztosítani egy épületbe és egy mai modern nyilázárokkal felszerelt épület miért nem szellőzik már úgy, mint a györeganyáink korábban szellőzött, még akkor is, hogyha ez vályokból van. Úgyhogy ezek voltak a szellőzés szerelésről a képek, remélem, hogy nektek is meghozza hozzá a kedvet, ha kérdésetek van, keressetek, és építkezzetek jól. Sziasztok, a szakjelenőr voltam.